pályázatot írnak ki. Augusztus 1-én lehet hivatalosan új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek. Megbízott vezetőként január 16-ától Kiss Ferenc lett az intézmény vezetője. Útfejlesztések Nyíregyházán. A Semmelweis, a Szalag, a Lujza utca korszerűsítése is elkezdődhet idén. Továbbá tervezik a 4-es főút Nyíregyháza és Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávossá bővítését. Változik az érettségi. Több mint 70 ezer diákot érint a követelmények változása. Többek között a magyar, a matematika és a történelem tárgyaknál számíthatnak újításokra a tanulók. Augusztus 1-én lehet hivatalosan új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Onder Csabát, aki korábban betöltötte a tisztséget, még 2016. novemberében hívta vissza a szenátus, és ő maga is kérte felmondását. Megbízott vezetőként január 16-ától Kiss Ferenc lett az intézmény vezetője. Szeptemberben 5 új szakot is indít az intézmény, és a kiadásuk is csökken 2017-től. A kormány ugyanis kiváltotta az egyetem egyik PPP konstrukciós beruházását. 2017. január 16-án hivatalosan is felmentették tisztsége alól Onder Csabát, a Nyíregyházi Egyetem rektorát, közölte Halkóné Rudolf Éva központvezető az intézmény sajtótájékoztatóján. Az egyetem várhatóan február végén ír ki pályázatot a tisztség betöltésére. 2017. január 16-a napjától az intézmény vezetője és a szenátus elnöke, dr. Kiss Ferenc általános rektor helyettes úr, és ezzel egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztérium megküldte számunkra a rektori pályázati felhívás tervezett tartalmát, amelyet részletesen a ma délutáni szenátusi ülés fog tárgyalni, és határoz meg abban bizonyos pontokat, dönt abban bizonyos elemekről, leginkább arról, hogy milyen tartalmú határozott időre történjen a rektori pályázati felhívás kiírása Nyíregyházi Egyetemen. A rektori pályaművek értékelése után augusztus 1-én lehet majd új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek. Az intézmény a szeptemberi tanévet új szakok indításával kezdi majd, így már 90 közül választhatnak a hallgatók, erről Kiss Ferenc tájékoztatott. Akkreditáció alatt van még jelenleg a járműmérnök és a pilótaképzés, utóbbi a hivatásos repülőgép vezető néven indulhat szeptembertől, ekkor már az 50. évfolyam kezdheti tanulmányait. De nem ez az egyetlen szak, ami csak a Nyíregyházi Egyetemen elérhető, a másik a közösségszervező. Az intézmény szeptembertől az ELTE gyógypedagógiai karával is együttműködik. A pedagógus képzésünknek a palettáját most már a lehető legszélesebbre nyitotta, a pedagógus képzés a nevelés területéről, oktatás területéről, ez az óvodapedagógus. Ez is azt mondhatom, hogy régi új, hiszen a régi tanárképző főiskolán folytattunk ilyen képzést, most óvodapedagógusnak hívják. Én azt hiszem, hogy bátran jelentkezhet mindenki, aki érdekel a téma, hiszen ezen a területen nagy a hiány. Ugyancsak egy hiányt próbálunk pótolni a gyógypedagógia területtel, tehát így gyógypedagógus fogunk képezni, meg kell jegyezni, hogy nem önállóan. Nagy pénzügyi terhet jelentenek az intézménynek az úgynevezett PPP projektes felújítások. Az egyik ilyen a BD és S-árnyak korszerűsítését érintette. Most azonban a kormány ezt a 3 tanulmányi épületet kiváltotta a konstrukciós kötelezettség alól. Így évente körülbelül 80 millió forintos megtakarítást ér el az egyetem azzal, hogy nem egy szolgáltatótól veszik igénybe a működtetést. A 3 PPP konstrukció együttesen egy 1,2 milliárd forintot emésztett fel, ennyitvel terhelte meg a költségvetésünket. Ez, amit kiváltottak, ez volt a fő konstrukció, ez körülbelül 520 millió forinttal vett részt. A fennmaradó részt, az pedig úgy oszlik meg, hogy a kollégiumi konstrukciós rész körülbelül 400 millió forinttal, a Sandra Hotel egy 200 millió forinttal részesül. És egy újabb kiváltásra kerül majd sor 2017-be, reményeink szerint. A felsőoktatásban országos szinten 50 PPP projekt zárult 2004 és 2008 között, tette hozzá Kvanc József a sajtótájékoztatón. A kormány 2016 végén 6 intézmény 17 PPP konstrukcióját váltotta ki, amelynek összértéke 29 milliárd forint volt.
2017-ben egy 950 millió forintos csomag fejleszti Nyíregyháza közlekedését. A Szegfő utca négysávossá bővítése, a debreceni Kígyó utcai csomópont kialakítása után többek között a Semmelweis, a Szalag, a Lujza utca korszerűsítése is elkezdődhet idén. A városvezetés kétszer két sávossá szeretné alakítani a 4-es főút Nyíregyháza és Debrecen közötti szakaszát, és a két megyeszékhely között az elővárosi vasúti közlekedés is segíteni a munkába járást. Erről Kovács Ferenc polgármester nyilatkozott 35 perc című műsorunkban. Nyíregyháza belvárosának új útszakaszán, a Szegfő utcán a négysávosítás után már sokkal könnyebben és biztonságosabban halad a forgalom. A közúti burkolatot szélesítették, az út északi oldalán gyalogos és kerékpárút létesült. A déli oldalon a résfolyók elhelyezésével megoldódott a csapadékelvezetés is. A jártákat felújították, 330 milliót költött a város a toppon belül a korszerűsítésre. A másik ilyen fejlesztés volt a debreceni Kígyó utcai csomópont, ami szintén tavaly évvégén készült el. 2017-ben egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési csomag tartalmazza a Semmelweis, a Szalag, a Lujza és a Botján János utca korszerűsítését. A Kállói útig Borbányán át kerékpár út építését is tervezi a város. Nyíregyháza fejlesztési programjában jelentős útfejlesztések kaptak forrásokat, mert évtizedes elmaradásban volt a város, mondta el Kovács Ferenc polgármester tegnapi 35 perc című műsorunkban. Ezen kívül van a gazdaság fejlesztési csomag, ez javarészt a kertvárosra koncentrál, hiszen a pályázati kiírás célja az, hogy a munkába járást a nagy cégek közlekedési feltételeit segítse. Valamint mi azonosítottunk 19 olyan közlekedési csomópontot, amit szükséges fejleszteni, ebből azért már hála Istennek több elkészült, ilyen volt a Szegfő utca, ilyen a debreceni Kígyót, ilyen volt korábban a Viszorolynál a körforgalom, és orosi körforgalom is, és ezt szeretnénk folytatni. Én azt remélem, hogy a 19-ből több mint 10-et a következő 3 éven belül meg is tudunk építeni. Továbbá tavaly októberben kormányrendelet született arról, hogy a nyugati elkerülő 2018-20 között megépüljön. A körutak nagy forgalmát pedig egy körgyűrű oldaná meg, mondta a polgármester. Nyíregyháza és Debrecen között egy kétszer kétsávos út a két megyeszékhely közötti mobilitást segíteni. A debreceni városvezetéssel, polgármester úrral hónapok óta dolgozunk egy a két város közös fejlesztését tartalmazó együttműködési megállapodáson, azt remélem, hogy február végéig elkészül ez is. Ennek szintén fontos része a közlekedés, egyrészt a 4-esnek négysávossá építése, másrészt felmerült egy elővárosi vasúti közlekedés megteremtése is, hiszen naponta két város között és mindkét irányba 4-5 ezer ember közlekedik. A város gazdaságfejlesztési programjában pedig 2,8 milliárd forintból a Nyíregyházi Ipari Park 350 hektáros bővítése is szerepel az első ütemben. Több mint 70 ezer diákot érint az érettségi követelmények változása. A tavaszi vizsgaidőszakban jelennek meg először a 2015-ben bejelentett módosítások. Ennek oka, hogy még 2013-ban módosították az alaptantervet, és ehhez kell igazítani a követelményeket. Többek között a magyar, a matematika és a történelem tárgyaknál számíthatnak újításokra a tanulók. Stella, derivált függvény értéke, kétharmadnál nulla, ugye? Matematika óra a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban. A 12-es tanulók már az érettségére készülnek. A tavaszi vizsgaidőszakban több más tantárgy mellett itt is számíthatnak változásra az érettségizők. Középszinten például a statisztika valószínűség és a gráfok témakörében jelenik meg néhány új követelmény, de az emelt szintű tételek köre is bővül. Emellett a történelem érettségi pontszámítása is változik. 100 pontot ér majd az írásbeli és 50-et a szóbeli vizsga eredménye. Ami a nagy kérdés, az a történelem atlasz. Megnéztem a rendeletet, és annak a harmadik paragrafusa egyébként azt mondja ki, hogy nem csak az atlasz használható ezen a májusi vizsgán, amelyik nem tartalmaz kronológiai táblázatot, tehát amit egyszerűen csak office atlasznak szoktunk mondani, hanem a tavalyi tanévben tankönyvjegyzéken szerepelt valamennyi atlasz is használható, és mint tudjuk, ezek az atlaszok tartalmaznak kronológiai összevetést is. Egy másik lényeges változás a magyar érettségit érinti. Középszinten például egy új feladat is bekerült, az érvelés.
Az idegennyelvi vizsga követelményei is emelkedtek. Részletes leírást és mintafeladatokat bárki találhat az Oktatási Hivatal honlapján. Ennek oka a 2013-ban megváltozott alaptanterv, amit most építettek be az érettségi vizsga követelményekbe. Annak idején ezt a változtatást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet menedzselte, voltak kutatásaik arra vonatkozóan, hogy jelente ez valamiféle nehézségbeli változást. Általánosságban az volt az eredmény, hogy nem, egy kicsit változik, de hát nyilvánvaló, ugye 2005, tehát 11. éve van ugye ez az új vizsgarendszer, némi változás a gyakorlati részben is lehetséges. A változásokra a pedagógusokat is felkészítették, ők már 2015 nyarától tudják a módosításokat. A kollégák a munkaközösség vezetőnek az irányításával tanulmányozták át tételesen, hogy középszinten és emelt szinten az egyes vizsgatárgyakból hogyan változtak a követelmények, mik is a pontos érettségi vizsga követelmények. Tehát mi nem hagytuk magukra a pedagógusokat, hanem csoportokban, tímekben, munkaközösségenként dolgozták föl ezeket a változásokat. A Kölcsei Ferenc gimnáziumban idén 135-12. Évfolyamos tanuló érettségizik a tavaszi vizsgaidőszakban. Ez a szám országos szinten 70 ezer. A jelentkezés majd február 15-én zárul, akkor derül ki az előrehozott érettségizők száma. Ők viszont csak informatikából vagy idegen nyelvekből vizsgázhatnak. Kilépett a Jobbikból Szilágyi Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés önkormányzati képviselője. A megyei közgyűlés Jobbik frakciója Szilágyi Péter döntése után az eddigi 5 helyett 4 fős lesz. A politikus mandátumáról nem mond le. 2006-ban hoztam egy döntést, és beléptem a Jobbikban, mert tetszett. 2017-ben hoztam egy döntést, és kiléptem, mert nem tetszik. A mandátumomat megtartom, és ugyanazt az irányvonalat fogom képviselni, amit eddig is. A maradóknak azt kívánom, hogy érjenek el nagyobb sikereket, mint én, és valósítsák meg a szebb magyar jövőt. Hamarosan véget ér a szakma kiváló tanulója, valamint az országos szakmai tanulmányi verseny. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Sérülése miatt nem utazik el a tervezett portugáliai edzőtáborozásra Helebrant Máté. A kétszeres olimpikon nyíregyházi gyalogló Achilles inngyulladással bajlódik, így az idei évben még nem tudott edzeni. Az atléta reményei szerint a szabadtéri szezon kezdetére sikerül majd ismét formába lendülnie. A címvédő Hungarotorg Debrecen győzelmével zárult Máté Szalkán a 9. Szízó Sportszer Kupa kispályás labdarúgó torna. A második helyen a Gacsái Szamosker Kft. Együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Máté Szalkai Beach Party Sátor csapata szerezte meg a 44 csapatot felvonultató rendezvényen. Hamarosan véget ér a szakma kiváló tanulója, valamint az országos szakmai tanulmányi verseny. A megmérettetéseket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen hirdette meg. A versenyeket 41 szakmában indították, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 200-an versengenek. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara konferencia terme, itt versengenek a leendő központi fűtés és gázhálózat szerelők, valamint az épületgépész technikusok. Több szakon több verseny is zajlik, ez az országos szakmai tanulmányi verseny, valamint a szakma kiváló tanulója verseny. Ez az elődöntő már január 3-ától zajlik, minden nap más szakma, akár több szakma is egy nap. A legtöbben a magasépítő technikusok jelentkeztek, ők mintegy 36-an az idén, de szintén nagy volt a jelentkezés aránya a vendéglátás szervező vendéglősök körében, illetve a szakácsoknál is. A versenyeket 41 szakmában hirdették meg, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban csak 32 szakmában jelentkeztek a fiatalok, szám szerint 224-en. A következő napokban a leendő eladók, logisztikai ügyintézők, valamint az informatikai rendszergazda és a szoftverfejlesztő tanulók versengenek Nyíregyházán.
Sérülése miatt nem utazik el a tervezett portugáliai edzőtáborozásra Hellebrand Máté. A kétszeres olimpikon nyíregyházi gyalogló Achilles-ín gyulladással bajlódik, így az idei évben még nem tudott edzeni. Az atléta reményei szerint a szabadtéri szezon kezdetére sikerül majd ismét formába lendülnie. Októbertől készül a 2017-es esztendő versenyeire Hellebrand Máté, aki hazai környezetben és a tatai edzőtáborban gyűjtötte a kilométereket. A kétszeres olimpikon atléta a két ünnep között is tréningezett, az idei évben azonban még nem húzott gyaloglócipőt. Máté a tervek szerint a jövő hét elején kéthetes portugáliai edzőtáborba utazott volna, egyelőre azonban még az is kérdéses, hogy mikortól folytathatja a felkészülést. Sajnos egy sérülés átáradhatja a felkészülésemet. Az ünnepek után összeszedtem egy kis Achilles sérülést. Hát nem kicsit, most már kezd úgy tűnni, hogy egy kicsit komolyabb. Begyulladt a bal Achillesem, és emiatt vagyok kénytelen kiadni már több mint két hetet. És úgy látszik, hogy a jövő heti portugáliai edzőtábor is így elúszik. Hát most próbálunk megoldást találni rá. Már voltam egy-két orvosnál, de úgy tűnik, hogy hát nem javul a helyzet. Szóval még gyógyulgatok. Az már biztos, hogy Máté nem áll rajthoz február végén a fedett pályás országos bajnokságon, és március elején a dudincei 50 kilométeres országos bajnokságon sem lesz ott a mezőnyben. Így a Békés Csabai országos bajnokság lesz az első versenyem, illetve utána rögtön megyünk majd Podjabrádóba egy világkupára, és hát onnantól kezdve elindult a nyári versenysorozat, nagyon sok szuperligás hazai versenyem lesz, és a fő versenyem a Londonban megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokság, ahol szerintem 50 kilométeren fogok indulni. Máté és edzője Pokrovenszki József az idei évet egyébként is az 50 kilométeres távra való felkészülésnek rendeli alá. A tervek szerint ugyanis a 2020-as tokiói olimpián a hosszabbik távon indul majd a nyíregyházi gyalogló. A címvédő Hungarotark Debrecen győzelmével zárult Máté Szalkán a 9. Szizó Sportszer Kupa kispályás labdarúgó torna. A második helyen a Gacsái Szamosker Kft. Együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Máté Szalkai Beach Party Sátor csapata szerezte meg a 44 csapatot felvonultató rendezvényen. Négy napon keresztül pattogott a labda a Máté Szalkai sportcsarnokban, ahol 9. alkalommal rendezték meg a Szízos Sportszer Kupa kispályás labdarúgó tornát. A 850.000 forint összdíjazású rendezvényre a Dunántúlról és a határon túlról is érkeztek csapatok. A szervezők szerint ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a futszállabdával játszott 88 mérkőzést. Most is rengeteg nézőnk volt, ugyanúgy 44 csapat részvételével zajlott ez a rendezvényünk is. Budapest, Tatabánya, Eger, Miskolc, tehát szomszédos megyékből külföldi résztvevő is volt, ezzel mondhatjuk, hogy nemzetközivé vált, vagy hát nem vált, mert korábbi évekhez hasonlóan most is nemzetközi volt ez a torna. Annyit szeretnék még elmondani, hogy ugye bennünket mindenki ezzel a tornával kapcsolatosan figyel, mert ez a legnagyobb rendezvényünk, de ez bekapcsolódik egy téli futball torna sorozatba, és ezzel kezdtük. Egész február végéig, minden hétvégén valamilyen rendezvényt bonyolítunk itt a városi sportcsarnokba. A tornán a címvédő Hungarotarg Debrecen bizonyult a legjobbnak, miután a hármas döntőben 2-1-re győzött a gacsáiak ellen, majd 3-2-re vert a Máté Szalkai csapatot. Nagyon nehéz napon vagyunk túl, rengeteg jó meccset játszottunk, de hál' Istennek a tavalyi címvédés után idén is sikerült ez a bravúra csapatnak. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mindenki kitette szívét, lelkét a pályán, és ha akar a csapat, ez meglátszik. Nem kell nagy dolgokat csinálni, pályán csak egymásért meg kell halni, és ez meghozza a gyümölcsét. A második helyen a Gacsái Szamosker Kft. Csapata végzett, miután a debreceniektől elszenvedett vereség mellett 3-2-re legyőzte a hazai Beach Party Sátor együttesét. A végére elfáradtunk, hát vezettünk 1-0, utána visszaálltunk nagyon szerintem, és ugye ezzel is elszúrtuk a meccset. Egy igazán jó csapat ellen, ugye a tavalyi címvédő, ugyanúgy kikaptunk tavaly is ellenük. Hát nagyon sajnálom ezt a meccset, de hát mondhatom, a jobb csapat nyert. Máté Szalka polgármestere szerint a rendezvény évről évre népszerűbb a csapatok és a szurkolók körében.
nagy élmény volt itt a döntőben nézni, hogy tényleg a Csilláron is csüngtek az emberek, akkor érdeklődés kísérte ezt a nagyon-nagyon jó mérkőzés sorozatot. És én azt gondolom, hogy ha valahova 44 csapat ellátogat Debrecenből, akár 100-150 kilométeres körzetről is, amellett, hogy természetesen egész Szatmár képviselteti magát, akkor az önmagában is bizonyítja azt, hogy a szervezők nagyszerű munkát végeztek. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a Máté Szalkai csapatban játszó Iván Attila szerezte meg, a legjobb kapusnak a Gacsályi Makai Zoltánt, a legjobb játékosnak pedig a debreceni Gyöngy Tamást választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Augusztus 1-én lehet hivatalosan új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek. Onder Csabát, aki korábban betöltötte a tisztséget, még 2016. novemberében hívta vissza a szenátus, és ő maga is kérte felmondását. Megbízott vezetőként január 16-ától Kis Ferenc lett az intézmény vezetője. Szeptemberben 5 új szakot is indít az intézmény, és a kiadások is csökken 2017-től. A kormány ugyanis kiváltotta az egyetem egyik PPP konstrukciós beruházását. 2017-ben egy 950 millió forintos csomag fejleszti Nyíregyháza közlekedését. A Szegfő utca 4-sávosáv bővítése, a debreceni Kígyó utcai csomópont kialakítása után többek között a Semmelweis, a Szalag, a Lujza utca korszerűsítése is elkezdődhet idén. A városvezetés továbbá 2x2-sávossá szeretné alakítani a 4-es főút Nyíregyháza és Debrecen közötti szakaszát. Több mint 70 ezer diákot érint az érettségi követelmények változása. A tavaszi vizsgaidőszakban jelennek meg először a 2015-ben bejelentett módosítások. Ennek oka, hogy még 2013-ban módosították az alaptantervet, és ehhez kell igazítani a követelményeket. Többek között a magyar, a matematika és a történelem tárgyaknál számíthatnak újításokra a tanulók. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 17-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Észak felől száraz, hideg levegő áramlik fölénk, az éjjel változóan felhős idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél megélénkül helyenként megerősödik, reggelre általában mínusz 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható, csapadék azonban nem lesz, az északi szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban elkerülik térségünket az időjárási frontok, a hét második felében pedig már száraz levegő érkezik fölénk, és komoly éjszakai fagyok várhatók. Péntektől az éjszaka képződő zúzmarás köt helyenként egész nap megmaradhat.